Hát az ígéretei azok megvoltak, bár azt mondják, úgy nyertek, hogy sok mindent nem ígértek. Volt néhány alapvetés. Azt mondták, megerősítik a gazdaságot. Ennek eredménye is lesz, 1 millió új munkahelyet fognak teremteni. És közben radikális adócsökkentés lesz. És hozzátették még, hogy a közbiztonság is meg fog erősödni, csökkenni fog a bűncselekmények száma. Ha sorba vesszük nagyon röviden ezt, a végéről kezdve, akkor Pintérnek az ózdi látogatása az azt hozta, hogy azt követően több lett 2011-ben a bűncselekmények száma, mint 2010-ben, 2012-ben még több, mint 2011-ben. Tehát null legyen értékű, illetve mínuszos a történet. A gazdaságot sajnos nem megerősítették, hanem a hiteltelenség és a kiszámíthatatlanság okán, amelyet Orbán fémjelez és az egész kormánya megtestesített. Ezen keresztül példaként tavaly 2012-ben 1,7%-os csökkenés vette körül. Ez így nem mond sokat, ezért plasztikusát teszem, ez 500-550 milliárd forint. Ez gyakorlatilag a ma felsőoktatásban bent lévő forrásoknak a négyszerese, 4 év felsőoktatási pénzügyi költségvetése. Azt mondták, 1 millió új munkahely, a statisztikai adatok azt mutatják, ugyanott vagyunk, ahol a kormányváltás után voltunk, kormányváltáskor voltunk, kevesebb a foglalkoztatottak száma, mint amennyi volt a pénzigazdasági világválság beköszönt előtt, és 100 000-rekkel kevesebb egyébként, mint amit a statisztikai számok mutatnak, mert a 500 000 hazánkon kívül munkát találó ember, akiket mondhatjuk elüldöztek ebből az országból, mert nem tudtak munkahelyet teremteni a számukra, ezekből 300-400 000 ember benne van ebbe a statisztikában. Tehát nem többen, hanem kevesebben dolgoznak. És az utolsó tétel, a radikális adócsökkentés, ez ott a tehetőseknek, akik milliókat keresnek, azoknak igen, hozott sokat, 100 000-es nagyságrendben, jelesül Orbánnak is több 100 000 forintot, és mindezek mellett azok az emberek, akik pedig az átlag alatt kerestek, azok az adójóváírás kivezetéséből fakadóan elvesztettek 10 000 forintos nagyságrendű pénzeket nettóba havonta. És az utolsó tétel csak azért, hogy mennyire szolidáris és mennyire szociálisan érzékeny Orbán Viktor jelesül és a kormánya. Adókedvezményt működtetnek, amelyet nap-nap után hirdetnek, hogy majd ezt meg akarják szüntetni a szocialisták és bárki más. No, ez úgy működik, hogy ha már Orbán Viktor, akkor legyen ő a példa, de társulok hozzá jó magam is. Ha mi 3 gyermeket nevelünk, azt hiszem ő most 3-at nevel, akkor havonta 99 000 forint, nettó forint többletre tud szert tenni adókedvezmény formájában a 3 gyermek neveléséhez. A minimálbéres ember. Ő pedig 15 600 forintot 3 gyermek neveléséhez, a közfoglalkoztatott, aki egyébként a kétharmados kormány eredményeképpen a bérének vásárlóerő értékének az 1/3-át elvesztette, tudják, az a 47 000-es, mert most 49 000-es már bőséges a pénz, tehát ő 12 000 forintot kap a 3 gyermek neveléséhez. És az utolsó mondatom, hogy mit hozott ez itt Észak-Kelet-Magyarországon, Heves megyében, Nógrádban, Borsodban, Szabolcsban? Azt hozta, hogy itt még rosszabb a helyzet, itt még kevesebben dolgoznak arányaiban is, mint az országban, még több a munkanélkülek száma, az ellehetetlenül sorsos sokasága, és az itt jövedelmet szerző embereknek a keresete még arányaiban is még kevesebb, mint országosan. Tehát még nagyobb a csökkenés. No, ez az Orbán kormány. Kevesebb munka, több munkanélküli, kevesebbet érő pénz az emberek zsebében. Az a baj, hogy klientúrák és a klientúrákhoz tartozó vagy közel álló emberek kielégítése zajlott ebben a 3 évben. Nem gondolom azt, hogy olyanoknak kell 100 hektáros, több 100 hektáros földterületekhez jutni, akik erőtte, idézőjelbe teszem, mondjuk virágcserébe láttak csak földet. Nem gondolom, hogy a műkörmös az az, aki mondjuk az állattenyésztés színpadán, vagy a növénytermesztés színpadán meg tudja állni a helyét. Nem gondolom azt sem, hogy a tetőfedő, vagy épp a szociálpedagógus képes erre. De mégis vannak példák, hogy 500 hektár megközelítő, 497 hektár, hogy legyünk pontosak, nagyságrendű földterülethez jut hozzá, mondjuk Borsodabolyai-Zemplén megyében olyan illetékességű személy, aki a Fidesz színeiben polgármester jelölt volt. Nem tudom, hogy ez így rendjén van, szerintem nincs. De az sincs rendjén, hogy a trafikmutyik tekintetében maffiaszerűnek tűnik már mindaz, ami zajlik. Az, hogy példaként, megint csak szűke pátriám, hazámat érintően, Borsodabolyai-Zemplén megyében, Miskolcon. Egy miskolci önkormányzati képviselő, érdekes módon fideszes színekben utazó képviselő,
Közvetlen környezet ez a családját jelenti. Családján belül 12 trafikhoz tud hozzá, 12-höz. Miközben Miskolcon 80-81 néhány trafik szétosztására kerül sor. Tudják, ez azt jelenti, hogy ez a 12 trafik, ez éves szinten 100-150 millió forintos hasznot hoz az árésen keresztül, no miután a döntést követően megemelték, 2,5-szerezték az árés megszerzésének a nagyságrendjét. Ezek a becstelenségek, ezek azok a tettek, amelyeket nem lehet tétlenül nézni. Nem véletlenszerű, hogy a Magyar Szocialista Párt ezzel kőkeményen szembe megy. Nem azért, mert a politika egyik vagy másik oldalán állunk, és a másik oldal ilyen tevékenységet folytat, hanem azért, mert ez az emberekkel szemben néz be becstelenség. Ez az aljasság kategóriája. Megdöbbentő Heves megyében a helyzet, annak ellenére, hogy jobban állunk, mint a környező megyék, viszont lényegesen elmarad a foglalkoztatás itt is az országos átlagtól, 15%-os jelenleg a munkanélküliség, és példátlan, ami van ebben az országban. Az elmúlt 23 évben ilyen rossz mutatók még nem voltak, annak ellenére, hogy annak idején Orbán Viktorék azt mondták, hogy itt mennyivel több munkahelyet fognak teremteni, ehelyett jelentős számba szűntek meg. Ez az ország ma már az álláskeresők országa. Az első negyed évben 670 ezeren voltak, akik álláskeresők voltak, ez egy példátlan. Elképzelése nincs a kormánynak, hogy mit csináljon, és gyakorlatilag ez a trafikmutyi, földmutyai is azt bizonyítja, hogy sógorság, komaság van, családnak, rokonnak, barátnak, ismerősnek, fideszes havernak juttatnak át példátlan módon, törvényt kijátszva, törvénytelenül trafikokat, és biztosítanak embereknek megélhetést, másokat, akik nem az ő kegyeltjei, azokat pedig földön futóvá teszik. Példátlan a dolog, 2014-ben mi ezen változtatni kívánunk, de addig is azon vagyunk, hogy kiderüljön az igazság, hogy hogyan születtek a döntések, elfogadhatatlan ez a döntés, és azon vagyunk, hogy mindenképp kerüljenek nyilvánosságra ezek, ezért is fordultunk az ügyészséghez itt Heves megyében.